Mintegy 100 sátoraljaúj helyi lakos gyűlt össze a Városháza dísztermében a polgármester meghívására. Mindannyian egy közös cél érdekében jelentek meg, terveket állítottak össze az elkövetkező 10 évre. Úgy gondoltuk, hogy sátoraljaúj hely fejlődése elért egy olyan szakaszban, amikor nem 4 éves ciklusokban kell gondolkoznunk a jövőt illetően, hanem sokkal hosszabb időre is tervezhetünk. Mi 10 évet fogalmaztunk meg, ez emberi léptékkel véve egy könnyen áttekinthető, de mégis hosszú idő. Több ciklust ívelhet át. Mint ahogy mondtam, fejlesztésekről van szó. És hogy miért vannak itt, és lesznek itt remélem sokan. Azért, mert azt gondoltam, hogy megkérdezzük az itt ülő emberek véleményét. Az időset, a fiatalt, a diákot és a nyugdíjast, a dolgozót és az éppen gyesen lévőt is egyaránt. Az első tanácskozáson a legfontosabb feladat az volt, hogy ötleteket gyűjtsenek. 5 szekcióba fogjuk majd besorolni azokat, akik vállalják ezt a felkérést, elfogadják ezt a felkérést, és ezen 5 területen belül várjuk majd az ötleteket, javaslatokat. Utána az internetre föltesszük, és osztályozni lehet az elképzeléseket. És amelyek jó osztályzatot kapnak a város polgáraitól, azokat próbáljuk majd javaslatként az önkormányzat a képviselőtestület elé letenni, hogy íme lám, a város polgárai, a város lakossága ilyen irányt szabna a következő évtizedben Sátoraljaújhelynek. A polgármester hangsúlyozta, hogy így a megvalósítandó program nem csak az önkormányzaté lesz, hanem valóban az egész városi. Az összehívás politikamentes, én a meghívottaknak jó részét személyesen talán nem is ismerem. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ez együtt gondolkodás elinduljon. Az a feladat és az a cél, hogy most egy tág körben ötleteket, javaslatokat gyűjtsünk. Aztán, hogy hogyan és mi módon valósítjuk meg, és mi mennyibe kerül, az a jövő feladata lesz. Hogy tudunk-e mellé forrásokat tenni, és bizonyára lesznek olyan elképzelések, amelyek nem pénzkérdést jelentenek, hanem figyelmet, az, hogy észrevegyük a hibát, és ki tudjuk javítani. És hogyha erre valaki felhívja a figyelmünket, mert magunktól mégsem voltunk képesek rá, akkor csak megköszönni tudjuk. Szamosvölgyi Péter elmondta, a mostani összejövetel sokban hasonlít az 1998-ban útjára indított tanácsnoki rendszerhez, de ebben az esetben egy szabadabb ötletelésről, különböző területek kidolgozásáról van szó.